Először is említeném, hogy a Kaláta zenekar, mely már szinte kezdetektől, illetve oszlopos tagként itt van, 50 éves idén, és a végét a fesztiválnak egyébként egy fantasztikus 50 éves születésnapi koncerttel fogja zárni. Emellett Szabó Balázs is bandája, kiegészülve a Modern Art Orchestrával egy 10 éves születésnapi koncertet fog adni. A Vujcsics pedig 45 éves zenekarként lép ide. Na de ki nélkül nem lehetett volna ezt elképzelni. Ugye a fesztivál ugyancsak 29 éves, viszont a fesztivált kezdeményező Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, az viszont 30 éves idén, és idén egyébként egy fantasztikus kézműves program sorozattal ünnepelt ezt a jeles dátumot, és emellett mindenki nézze meg, hogy a malomkerék az újra régi fényében pörög, és a malom az ismét régi díszfényében ott áll Kapolcs közepén, és ezt a fantasztikus munkát dicséri. És hát akkor egy picit beszéljük is ezekről a településekről, hiszen azt hiszem, hogy Nőztek Völgye sosem lenne ugyanolyan egy zöld mezőn megrendezve, amit csak körbe kerítünk, még ha talán ugyanazokkal a programokkal, ugyanazt a hát 30 színpadot ide súfolnánk egymás mellé egy szép zöld mezőre, ez nem lenne ugyanaz, hogyha nem lenne ennyire fantasztikus település Kapolcs, Talján, Görög és Vigyenpeten, melyek élő születébe szövődnek bele ezek a programhelyszínek.